onda da je spreman da šta hoće. A kettes számú város ivóvízkezelő komplexum kiépítése a kettes vízkitermelőn, a mágneses mezőkön 2017 őszén kezdődött meg, melyre 2 éves határidőt láttak el. Az LBRD Bank által lebonyolított közbeszerzési folyamat után a legkedvezőbb szerződő partner konzorciumként a belgrádi SADE, a francia Veolia Waters csoport tagja és az újvidéki Gradite építőipari cég lett. A projekt értéke körülbelül megközelítőleg 5,5 millió euró. A berendezés próbaüzemeltetése és a projektált adatok üzemi leigazolása előtt állunk. Ezek közül a legjelentősebb engedély az egészségügyi minisztériumi, melyet a közegészségügyi intézet elvégzett elemzései vizsgálat alapján fog az intézmény odaítélni, jóvá hagyni. A kinyert ivóvíz 80 liter per szekundum kapacitású szűrőállomása, amit mögöttem látnak, a 2500 köbméteres kiegyenlítő tartály, 200 liter per szekundum magas nyomású töltőállomás és az inert iszap kezelését végző vonal kiépítése a legjelentősebb infrastruktúrája a berendezésnek. Az ivóvíztisztítás technológiája hasonló a város északi pontján elhelyezkedő egyes számú vízkitermelőjéhez, azzal, hogy nem alkalmazandó majd a gázklór, amely jelentős üzembiztonsági kockázati tényezőket rejt magában. A vízszolgáltatásba kerülő paraméterek közül az arzét emelném ki, amelynek a koncentrációját 7 mikrogram per literre szabályoztuk, amely az ivóvíz fogyasztására vonatkozó szabályzat, azaz a 10 mikrogram helyett lett megadva. A magas nyomású szivattyúállomás és a tartály az egyes vízkitermelők üzemeltetésével összhangban biztosítja a nyomás kiegyenlítését a hálózatban, természetesen megfelelő mennyiség víz biztosítása mellett, melyet 2 újonnan fúrott út biztosít a projekt részeként, a már meglévők mellé. Meg kell említenem, hogy ezzel elkészült a berendezés első fázisának kiépítése, azzal a lehetőséggel, hogy a jövőben, ha a palicsi idegenforgalmi szolgáltatás indokolja, a kapacitásokat meg lehet kétszerezni, azaz 80 liter helyett 160 liter per szekundumot tudunk majd biztosítani, azt az üzem másik felén kell majd kiépíteni.